eredményes felvételi. A kanizsai piaristákat felvették az általuk választott egyetemre. Nem csak a kényelem számít. A szakértő szerint sok szempontot kell figyelembe venni klímavásárlásnál. EB siker. Egerben remekeltek a szandíjás kötélugrók. Jó estét kívánok, Vuk Anita vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója augusztus 2-án, pénteken. Jönnek a részletek. A hegyi utak felújítására is nagy figyelmet fordít a Surdi önkormányzat. A napokban elkészült korábban rossz állapotban lévő szakaszon immár egy járműveknek és időjárási tényezőknek ellenálló, tömörített, mészköves úton közlekedhetnek a helyiek. A korszerűsítés önerőből valósult meg a településen. Korábban az esővíz, valamint az itt közlekedő járművek hatására csaknem 50 cm-es szintkülönbség alakult ki az út jobb és bal oldala között, árult el Kanász János, a település polgármestere. Számos lakossági visszajelzés érkezett a szakasz rossz állapotával kapcsolatban, az önkormányzat ezért is döntött a javítás mellett. A kivitelezést a Bautels Prisma Kft. Végezte. Azért volt szükséges nagyon megcsináltatni, mert az utca tényleg elég rossz állapotban volt. Itt ez nem annyira forgalmas út, de azért itt is több gazda használja ezt az utat is. És az önkormányzat úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk saját erőből, teljesen megoldottuk, felújítottuk. Örülök neki, meg tudtuk oldani. Tulajdonképpen nem csak választások előtt kell dolgozni, hanem választások után is mindjárt már meg kell kezdeni. A következő évre már kell gondolni, úgyhogy ebben az évben mindjárt neki is álltunk utat csinálni, de nem csak itt csináltunk, a tó mellett lévő utat is egy darabját megcsináltuk, úgyhogy örülünk neki, sikerült. Pedagógiai és jogi pálya is szerepel a kanizsai fiatalok továbbtanulási tervei között. A megkérdezett diákok elmondták, nem mindenkit vettek fel az általa első helyen megjelölt szakra, azonban a többség így is elégedett az eredménnyel. Idén országosan több mint 120 ezeren adták le a jelentkezésüket a felsőoktatásba, akik közül mintegy 90 ezeren örülhettek július 24-én, a ponthatárok kihirdetésének napján. Stábunk a Piarista iskola egykori diákjait kérdezte a továbbtanulási céljaikról. Németh Letícia nem először állt kameránk elé. Ő elmondta, a második helyre vették fel, így a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanári szakon folytatja a tanulmányait. Számítottam rám, mert azért már nyilván ugye a pontokkal mindenki már úgy kalkulált, felvin lehetett számolgatni a pontokat az érettségi alapján, úgyhogy így számítottam rá, és lehet, hogy egy kicsit, sőt nem is lehet, de hogy én jobban örülök ennek, mert voltam felvételizni a Pázmányon egy-két hónapja, és ott nagyon jó közeggel találkoztam, és nagyon így megtetszett a maga az iskola, a tanárok, akiket ott megismertem, és nagyon tényleg így örülök annak, és várom, hogy mi lesz a folytatásban. Koltai Dominikát szintén a második helyre Pécsbe vették fel, és tanító lesz. Mint mondta, első szakként az óvodapedagógiai képzést jelölte meg, de nem csalódott az eredmény miatt, hiszen a családjában sok motivációt kapott választott pályája kapcsán. Talán az, hogy nagy családban nőttem fel, és három kisebb testvérem van, úgyhogy igazából minden korosztályból láttam őket, és talán még azért is, mert az évek alatt megfigyeltem azt, hogy nagyon könnyen megtalálom a hangot, mind a kisebb gyerekekkel, mind a nagyobbakkal, úgyhogy talán ez az, ami motivál. Ugyancsak Pécsen fog tanulni Matos Marcell, aki az első helyen megjelölt jogászképzésre nyert felvételt. Ő stábunknak arról beszélt, gimnáziumi évei alatt tudatosan készült erre a pályára. A 9. még nem volt teljesen tiszta, azonban a 10. már kitisztult a kép, hogy én, mivel a humán tantárgyakból voltam jó elsősorban idegen nyelvekből, illetve történelemből, hogy én ilyen jogi pályán szeretném tanulmányát folytatni, és így esett a választás a jogászképzésre, azon belül pedig Pécse, mert a város számomra ilyen élhetőbb, mint mondjuk Budapest. Azok számára sem késő, akiket nem vettek fel a megjelölt szakok egyikére. Ők a pótfelvételi eljárásban augusztus 7-éig még leadhatják a jelentkezésüket. A diákokkal készült teljes beszélgetéseket Megkérdeztük című magazinműsorunk jövő heti adásában láthatják.
Energiahatékonyság, megfelelő méret és rendszeres karbantartás. Ezeket kell szem előtt tartania minden klímavásárlónak. Az éghajlatváltozás okozta kánikula miatt egyre többen szereznek be ilyen berendezéseket, az ezek által kibocsátott gázok azonban még inkább fokozzák a globális felmelegedést okozó üvegházhatást. Az éghajlatváltozás egyre nagyobb problémát jelent az egész világon, és egyre inkább felismerjük a környezetvédelem jelentőségét. Aki mondotta, meleg nyarak és hideg telek miatt a klímák nélkülözhetetlenek a komfortérzetünk szempontjából. Ennek köszönhetően folyamatosan emelkedik azon háztartások száma, amelyekben klímát használnak Magyarországon. A statisztikák szerint ez mintegy 20-25%-ot jelent. Ezeknek a berendezéseknek azonban jelentős környezetkárosító hatása is lehet. Ezeknek a klímaberendezéseknek a használata, ez hozzájárul azért ahhoz a tendenciához, és hogy évről évre nagyobb az elektromos energia felhasználás, és ezáltal ugye több elektromos energiát kell számunkra, mint lakosság számára előállítani, megtermelni, és hogyha ez nem megújuló energia segítségével történik, hanem a hagyományos fosszilis energiahordozók segítségével, akkor bizony ez az mellett, hogy energiát használunk, bizony ez üvegházhatású gázkibocsátás növekedést is okozhat. Ezzel tehát egy önmagát gerjesztő folyamatot hozunk létre, hiszen a globális felmelegedés nagy részben az emberi tevékenység által kibocsátott üvegházhatású gázok okozzák, tette hozzá Musics Róbert. Éppen ezért számos tényezőt kell figyelembe vennünk klímaberendezés vásárlása esetén. Lehetőleg olyan energetikai besorolású klímát válasszunk, amely mondjuk hatékonyabb, esetleg a régebben beszerzett klímákat érdemes végig gondolni, esetleg azokat lecserélni, aki ezt megteheti. Itt is van egy ilyen ökölszabály, mint amikor télen a fűtésről szoktunk beszélni, hogyha a fűtésnél mondjuk egy fokkal kevesebbre állítjuk a termosztátot, az nagyjából 8-10%-os megtakarítást jelent. Itt a hűtésnél pedig ez alacsonyabb, de mégis, hogyha egy fokkal, még azt mondjuk, hogy bevállalunk egy fokkal magasabb hőmérsékletet a lakásban, az is egy ilyen 3% körül energia megtakarítást eredményezhet. Emellett nagy figyelmet kell fordítani az éves karbantartásokra, a szűrőtisztításra, valamint a lakásunk épület energetikai rendszerének kialakítására, a nyílászárók korszerűsítésére és a megfelelő szigetelésre. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. A növények sem bírják. A kiskertek termésére is negatív hatással van a kánikula. EB siker. Egerben remekeltek a szandíjás kötélugrók. Az elmúlt évekhez képest is melegebb nyári idő meggyorsíthatja a szőlő fejlődését a dél-zalai területen, ami hatással lehet a termés minőségére. Ábrahám János őstermelő azt tapasztalja, a napi hőmérséklet ingadozása a betegségeknek is kedvezhet. A szőlő fejlődéséhez ideális hőmérsékletnek a 25-30 fok számít, ehhez képest napok óta 35-36 fokot lehet mérni árnyékban, ez pedig vegetációt okozhat a növények érésében, hangsúlyozta Ábrahám János. Az őstermelő kiemelte, az év első hónapjainak időjárása meggyorsította az érési folyamatot, és a jelenlegi időszakban is 2 héttel van a termés az átlagos érettségi időszak előtt. Vannak olyan fajták, amelyeket somogyban már most lehet szüretelni. A gazda szerint a zöld munka fontossága ilyenkor hatványozódik, mivel a szőlőnek optimalizálni kell a körülményeket. Nem érdemes kilevelezni a fürdzónát, főleg a déli oldalon. Az öreg tapasztalt gazdák, akiknek elég idejük is van, ők csak az északi oldalt, ahol nem éri direkt napsütés a fürtöket, ott szokták kilevelezni, hogyha vegyszerezni kell, permet szerezni kell, mert szükséges, akkor ott jut be jobban többen a permetlé. A déli oldalon, a napsütötte oldal, ha olyan az ültetvény kitettsége, fekvése, ott érdemes több lombot, lombfeletet rajthagyni, hogy árnyékolja, ne legyen napégés, ami egy jelenzetes, tipikus problémája a szőlőművelőnek. Ábrahám János 8 féle csemege szőlőt termeszt birtokán, ezek közül az esztert akár augusztus 20-a után le is lehet szedni, de az évát is szüretelhetik már szeptemberben. A szőlős gazdáknak az idei évben megnehezíti az életét a fekete rothadás, de a hőmérséklet ingadozása más betegségeknek is kedvez. Még a peronoszt is látni a lombozaton, és annak köszönhető, ha az ember hajnalba vagy este kimegy a szülőjébe és kicsit simogatja, igazgatja, akkor nekem valamelyik este már sötétedett, mintha nyírkos lett volna a levél, a kezem a levéltől. Tehát az a lehűlés, ami meg
éjszakára, estére, meg hajnalra megérkezik. Ott egy kicsi pára lecsapodás van, és ott a víz, és már tudja támadni abba a mikroklímába a gomba spóra növényünket. Ábrahám János hozzátette, a betegségek mellett a meleg miatt az állatok is több kárt tesznek a szőlőben, mint általában. A témával bővebben foglalkozunk Dombvidék című magazin műsorunk következő adásában. A konyhakerti növények is szenvednek a kánikulában. A csapadék mellett a vitamin hiány okoz olyan problémákat, amelyekkel naponta kérik Varga gazda segítségét. A szakember elmondta, 26-28 fok felett a növény nem képes felvenni a tápanyagot a földből, így permetezésre van szükség. A paradicsomnál, paprikánál ezekben a hetekben megjelent az úgynevezett száraz rothadás. Az öntözés mellett ez jelenti most a legnagyobb problémát. Az ezzel kapcsolatos panaszokkal keresik fel a növényvédelmi szakembert. Mint arra rámutatott, kálciumhiányról van szó, amit csak egy módon lehet kiküszöbölni. A permetezés hetente vagy 10 naponta ajánlott. Rá kell előtetni, hogy vegye föl levélen keresztül a kálciumot, mivel 26-28 foknál már nem veszi föl földről. Ugyanígy vagyunk a nehézfémekkel, tehát ezekkel a mikroelemekkel, a réz, a vas, a magnézium, ezt mind rá kell permetezni a növényre, hogy bedolgozza a gyümölcsbe. Nem csupán a paprikával és a paradicsommal van most probléma, hanem minden növénnyel a kiskertben. 28 fok felett ugyanis már csak vegetálnak. Ez az időszak egyébként még a gyakorlott kertészeket is próbára teszi, fogalmazott Varga József. De a problémák mellett az elszántabb gazdálkodók már a másodvetésen gondolkodnak, aminek ugyan itt az ideje, de csapadék nélkül hiába való az igyekezet, tette hozzá. Éppen mondtam a kedves vevőnek is, hogy öntözés nélkül nem fog menni. Az öntözés az csak éppen, hogy életbe tartja a növényeinket. Egy jó kis eső kellene, az egy hétig szinte más, mint egy öntözés, sokkal komolyabb. A levegő is más lesz tőle, nem csak a tőnél ázik be a növény, hanem beázik az egész föld szinte, tartja a nedvességet. A szakember elmondta, másodvetésként lehet vetni uborkát, salátát, sóskát, spenótot, fekete retket vagy hónapos retket, sőt kerekrépát is. A témával bővebben foglalkozunk Dombvidék című magazinműsorunk jövő heti adásában. Másfél tonna, három nyaras ponty került a csónakázó tóba péntek délelőtt. Ez már a hatodik telepítés volt az idei esztendőben, az állomány a Balatoni Halgazdálkodási ZRT Móriczhelyi telephelyéről érkezett. A délelőtti órákban érkezett meg a szállítmány, a telepítés ezúttal a tó keleti felénél zajlott. Februárban már úgy kezdtük, hogy egy tonna keszekférét telepítettünk, aztán érkeztek az ivadékok, a csukából, sülőből 15 ezer darab, és ugye a mai telepítéssel együtt a ponty összesen már 6,5 tonnánál jár idén, ami még nem a vége. Horgászati tilalom ezúttal sem kíséri az akciót, de az augusztusi telepítés gyakorlatilag kuriózumnak számít. Eddig nagyon nem volt példa rá, hogy augusztusban telepített volna a mohosz, de ugye igények vannak, rengeteg a szabadságoló, a gyermek, a tábor, stb. Verseny is van, úgyhogy szükség van a telepítésre, megoldottuk. A halőri szolgálathoz rengeteg visszajelzés érkezik, általánosságban elmondható, hogy a horgászok elégedettek, hiszen hal bőven van a tóban. Verseny pedig még ebben a hónapban is lesz, ugyanis a csónakázó tó ad otthont augusztus 22-től a Freestyle Method Feeder OB középdöntőjének. Kiválóan teljesítettek az Egerben rendezett kötélugró Európa-bajnokságon a Sandia Fitness Sportklub sportolói. A Nagykanizsai Egyesület versenyzői közül Csermák Anna szerepelt a legjobban, ő 4 érmet szerzett a kontinens bajnokságon. A megmérettetésen 12 ország mintegy 700 sportolója vett részt, a kanizsai kötélugrók közül 4-en Csermák Anna, Sipos Dorka, Temesi Bence és Szilovics Fanni képviselték a magyar színeket. A Sipos-Szilovics duó a 2x30-as dupla versenyszámmal az 5. helyen kvalifikálta magát a felnőttek döntőjébe, ahol 6-ként zárt, míg az egyetlen dél-zalai fiú induló a 30 másodperces gyorsaságiban a 6., a 3 percesben a 4., összetettben pedig a 9. lett a junioroknál.
Tótné Vágó Alexandra vezetőedző elégedetten értékelte a szandiások szereplését. Bence ugye már másodszor vett részt Európa-bajnokságon, de akkor még nagyon fiatal volt, úgyhogy egy nagyon előkelő helyet szerzett meg a dobó közelei helyeivel. A két lányunk, Fanni és Dorka pedig ez volt az első Európa-bajnokságuk, úgyhogy a felnőtt döntőbe, egy hatos döntőbe kerülni szerintem egy nagyon szép eredmény. Csermák Anna egy évvel ezelőtt korosztályos világbajnoki címet szerzett Colorado Springsben, és a mostani EB-n is remekül szerepelt. A fiatal sportoló először szerepelt a felnőtt korosztályban, és a 4x30-as gyorsasági váltóval Európa-bajnoki címet szerzett, míg a 2x30 dupla váltóban a budapesti Andarfi Kovács Kitti társaként a dobogó második fokára állhatott fel. A páros az elődöntőben megdöntötte a saját rekordját, a fináléban azonban a belgák megelőzték őket. Az EB részeként lebonyolított Open Tournament versenyen Anna egy ezüstérmet és egy aranyat szerzett. Eleve a válogatón nagyon nehéz dolgom volt, mert ugye most egyre többen indulnak, mivel hogy közel volt az EB, és hogy egyébként a felnőtt mezőny nagyon erős, így elég nehéz volt, azért tudtam csak nyíltan indulni egyéniben, viszont így is elégedett vagyok azzal, amit sikerült. Sipos Dorka több mint egy évtizede tagja a szandiának, és a mostani kontinens bajnokság volt az első világversenye. Amire leginkább készültünk, az Fannival nekünk a páros gyorsasági volt. Ebben a versenyszámban szerettük volna elérni a legjobb eredményt, és ez sikerült is. Egyéni rekorddal kvalifikáltuk magunkat a hatos döntőbe, ötödik helyen, ahol egy kicsit hibáztunk a hatos döntőben, viszont így is egy nagyon szép hatodik helyet sikerült elérnünk. 24 párossal kellett a párosban felvennünk a versenyt. A kontinens bajnokságon szereplő versenyzők most egy hónap pihenőt kaptak, ősztől azonban már azon dolgoznak, hogy a 2025-ben Japánban rendezett világbajnokságra is kvalifikálják magukat. A sikeres Európa-bajnoki szerepléssel bővebben foglalkozunk mai Napi Kanizsa című műsorunkban. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Eredményes felvételi. A kanizsai piaristákat felvették az általuk választott egyetemre. Nem csak a kényelem számít. A szakértő szerint sok szempontot kell figyelembe venni klímavásárlásnál. EB siker. Egerben remekeltek a szandíjas kötélugrók. Ez volt a Kanizsa TV híradója augusztus 2-án pénteken. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön sportmagazinunk a Szertár, ezúttal Kálovics Tiborral. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!